Lőrinci város önkormányzata a település várossá válásának 20. évfordulójára az eddigieknél nagyobb szabású adventi hétvégéket szervezett. A főtéren feldíszített koszorú mellett felállították a színpadot, hogy minél többen látogathassanak ki a műsorokra, az eredetileg meghirdetett programot pedig meglepetés vendégekkel egészítették ki. Szombaton az első gyertyagyújtás alkalmából a szabadtéri színpadon Balassa Levente tolmácsolásában hallhattak karácsonyi dalokat, majd Széles László plébános mondta el ünnepi gondolatait. A koszorú megszentelését követően Víg Zoltán polgármester meggyújtotta az adventi koszorún az első gyertyát. Nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt, aki megtisztelte Lőrinci városát azzal, hogy az adventi koszorunk első gyertyagyújtásán itt van velünk. Külön tisztelettel köszöntöm a város vezetőit, az immár hagyományossá vált adventi hétvégék városi ünnepség sorozatán. A karácsonyhoz közeledve csendes békesség, az ünnepvárás felemelő érzése és szeretet töltse meg mindannyiunk szívét, azt kívánom. Városunk adventi koszorúján ma gyújtjuk meg az első fényt, de városunk összes fényei egy kis csúszással csak a jövő héten tudnak majd felgyulladni. A mai napra való készülődés sok ember munkáját dicséri. Szeretnénk megköszönni Lőrinci város önkormányzatának, a Lőrinci város jövőjéért baráti egyesület tagjainak, a Lőrinci város Kft. Dolgozóinak, és a március 15 gimnázium szakképzőiskola és kollégium tanárának és diákjainak segítségét. Örömmel közölhetem, hogy városunk vezetése még tudott az ünnep színvonalasabb bátételéhez pénzforrást biztosítani. Így Lőrinci város 20 éves rendezvénysorozatunk utolsó állomásaként, mint egy meglepetésként december 8-án itt lesz a nagy szakállú télapó is, aki szaloncukorral kedveskedik majd a jelenlévőknek. December 15-én pedig 17 óra 45 perckor Hit, Remény, Szeretet címmel Kelemen Csaba színművész műsorát is láthatjuk majd itt a színpadon. December 22-én pedig a Mindenki Karácsonyán a meghirdetett műsorokon kívül Kegye János, pánsíp művész csodálatos zenéjét hallgathatjuk meg, megfelelő idő esetén szintén itt a színpadon. Most pedig az első gyertyagyújtás előtt kérem hallgassuk meg Balassa Levente mesés dalos műsorát. Szent karácsony eljött, az ég a földre száll, ünnepeljük boldogan a fényes éjszakát. Szent karácsony eljött, az ég a földre száll, gyertyafényben ünnepeljük át az éjszakát. Szent karácsony eljött, az ég a földre száll, gyertyafényben ünnepeljük át az éjszakát. Szent karácsony eljött, az ég a földre száll, gyertyafényben ünnepeljük át az éjszakát. Nem lehet ma egyedül senki, az angyalok vigyáznak ránk. A szeretet itt van, és bekopogtat majd neked is a szíved ajtaján. Itt vagyok én is, átölellek, ha elfogadod, engedd közel. Vigyázok rád, és veled leszek majd, amíg csak élek. Szent karácsony eljött, az ég a földre száll, ünnepeljük boldogan e fényes éjszakát. Szent karácsony eljött, az ég a földre száll, gyertyafényben ünnepeljük
készülsz, és kapni fogsz majd, mert ajándék minden pillanat. Tőlem ezt a dalt kapod, ha elfogadod, engedd közel. Vigyázok rád, és veled leszek majd, amíg csak élek. Szent Karácsony eljött, az ég a földre száll. Ünnepeljük boldogan a fényes éjszakát. Testvérek! Alapvetően annyit hadd mondjak, maga az advent szó, tudjuk, latin eredetű, szó szerint annyit jelent, hogy eljövetel. Több értelemben használjuk. Egyrészt jelenti azt a sok évszázadot, amikor várták az emberek a megváltó megszületését, eljövetelét. Jelenti minden esztendőben ezt a 4 hetes karácsony előtti időszakot, amikor várjuk, hogy eljön a megváltó, az üdvözítő, a születésének az ünnepe. Továbbá jelenti azt az utolsó időszakot, amelyben élünk, és amely a világ végéig tart, amikor már Jézus dicsőségesen fog eljönni. Ezt a szót tehát ilyen 3-as értelemben használjuk. Most mi erre a 4 hetes időszakra gondolunk, amelynek a küszöbén állunk. Mi vidékünkön fenyőfából, fenyőgajakból szoktuk készíteni. Ennek az a sajátsága, hogy a tél bármilyen hideg, zord, kemény és fagyos, a fenyő akkor is zöld marad. A zöld, tudjuk, hogy a reménynek a színe. Éppen ezért az adventi koszorú arra is figyelmeztet bennünket, hogy bármilyen hideg, kemény tír is vesz körül bennünket, a szívünkben mindig ott éljen az Istenbe vetett remény. Ezekkel a gondolatokkal kezdjük meg az idei esztendő adventjét, és így szenteljük meg most a koszorunkat. Istenünk, Te teremtettél mindent, mert Te vagy a szeretet és az élet forrása. Te fiadban világosságot és életet adsz nekünk, és szent lelkeddel megvilágosított szívünket, hogy megértsük, milyen reményre hívtál meg minket. Köszönjük neked, Urunk, hogy ebben az évben is megadod nekünk az adventi örömöt, és reményben, bizalommal várhatjuk fiadat, ami üdvözítőnket. Kérünk, áld meg! Ezt az adventi koszorút, hogy mint a reményjele az örök életre és a szentek közösségére figyelmeztessen minket, és add, hogy e napokban növekedjünk a Te kegyelmedben. Te világosságként küldted fiad a Te világra, kérünk, áld meg a rajta levő gyertyákat. Advent napjai emlékeztesnek minket Jézus Krisztusra, aki minden embert meg akar világosítani. Add, hogy amikor vasárnaponként új gyertyát gyújtunk, újabb erővel növekedjék bennünk Krisztus iránti szeretetünk. Készítsd elő szívünket születésének megünneplésére, és add, hogy egykor színről színre láthassuk fiadat, akit kegyelem és igazság tölt el, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Ezen a hétvégén az óvodások majd a Bóbita Együttes műsorával várják a főtérre érkezőket, a gyermekeknek pedig a nagyszakállú télapó kedveskedik majd.